Idén már 11. alkalommal tárták szélesre kapuikat országszerte a múzeumok, muzeális gyűjtemények, a Múzeumok őszi fesztiváljának időszakában. A program megálmodóinak fő célja a múzeumok széleskörű népszerűsítése volt az évente ismétlődő hosszabb időszakot átívelő rendezvénysorozattal, és hogy főként vidékről is minél több intézmény csatlakozzon az eseményhez. A helytörténeti gyűjtemény idén is gazdag programmal várta az érdeklődő látogatókat, főként az iskolás korosztályt, meséli Daróczyné Bordás Andrea, az intézmény munkatársa. Az országos programsorozat az október 1-ével kezdődik, és november 11-én, Márton napján van vége. Mi ebbe a programba 5 eseménnyel kapcsolódtunk bele. Az egyik ilyen esemény volt a majdanagyi programunk, ami a múzeumi szünetelő program keretében zajlott. Volt egy utazó múzeum programunk, ami keretében október 6-án szombaton kitelepültünk a piacra, ahol a múzeum és a könyvtárnak a szolgáltatásait próbáltuk meg egy kicsit ugyanúgy, mint a piacon lévők, árusítani, megkedveltetni a város lakosaival. Egy következő programunk az a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves évfordulója tiszteletére zajlott, ugyanis kerékpárral, diákokkal mentünk át Hajdúdorokra a Hajdú Szomszéd című programunk keretében, ahol megnéztük az Istenszülő bevezetése a templomba székesegyházat, a benne lévő ikonosztázt, és természetesen tájékoztatást kaptunk a Jézus katonáiról is. A Múzeumok őszi fesztiválja programsorozatban a Zománc kiállításunk egyik záró eseménye volt az, amikor a tarkedli sütőket kipróbáltuk, és meg lehetett kóstolni. Ezek az elsősorban életmódbeli étkezési kultúrához kapcsolható, helyi értékeket képviselő zománcozott edények bizony jó néhány évtizedig szolgálták gazdáikat, és most kiváló alkalmat szolgáltattak arra, hogy egyrészt az idősebb nemzedék felidézhesse gyermekkorát, másrészt a fiatalabbak megismerkedhessenek azokkal az edényfajtákkal, amelyek évszázadokon át uralták dédmamáink, nagymamáink konyháit. Ennek a zománcozott kultúrának, ami itt van velünk, ez tulajdonképpen mában élő történet van. Tekintettel arra, hogy ha végignézitek, ebben nem egy-két olyan tárgy, amit ma is használunk, vagy legalábbis megőriztünk elődeinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől. Ám ha még jobban megnézitek az itt kiállított tárgyakat, az is látható, hogy sok olyan van közöttük, amiről csak hallottunk, esetleg láttunk gyerekkorunkban, de ma már egyáltalán nem használjuk. Mondjuk például egy orocskát például, igaz? Vagy azokat a tányérokat, amelyeket én még használtam, mert a családom után 4-en voltunk testvérek, mindenkinek másik ilyen tányérja volt. Összele keverjük, a színében is, mintázatában is változtak ezek. Tehát magyarul a gyerekkoromban még jelen volna, de hát ez 40 évvel ezelőtt. Aztán időközben az is kicserélődött. A rövid kis kiállítási tájékoztató után pedig nem mindennapi esemény következett. A kiállítótér autentikus környezetében sütöttek tarkedlit, amelyet természetesen meg is kóstolhattak a vendégek. Sokan itt kóstoltak ilyet először, de volt, akik felidézhették azokat az ízeket, illatokat, amelyek a nagyira, a mamára emlékeztették őket. A helyi fesztiváli program egyik központi esemény sora a már említett, majd a nagyi összefoglaló címet kapta, s ahová elsősorban a kisebbeket várták. Egy része a Múzeum őszi fesztiváljának ez a majd nagyi programunk, ami tulajdonképpen a múzeumi szünetelő programsorozatban van. Az volt az elképzelésünk, hogy a szünetben leginkább a nagymamák azok, akik ráérnek felügyelni a gyerekekre. Hiszen a szülők ebben az időszakban is dolgoznak. Tehát adjuk át azt a fajta tudást, azokat a fajta emlékeket, amit a nagymamáik szereztek annak idején, ilyen időskorukban, mint amik most hozzánk is jöttek gyerekek. Nagyanyáink idejében a lányoknak kötelező penzum volt a varrás-foltozás mellett, például a horgolás tudományának elsajátítása is, amely ott kezdődik, hogyan is tartsuk kezünkben a fonalat. Úgy szoktuk a cérnát, hogy belerakjuk a kis ujjunkhoz, behúzzuk a kis ujjunkhoz, a bal kezünknek a kis ujjába, ott van. Utána a mutató ujjunknál is, tehát így elbújtatjuk. Nézzétek, mindenki így. Ott legyen az ujja tövénél, nézd az én kezemet, és akkor látni fogod. Középen két ujjadat, nagyon ügyes vagy úgy, úgy tartsd a kezed, hogy felül legyen a hüvelyk ujjad, jó? Mint ha így báboznál, nézd csak, mint egy kis kutyát csinálnál,
Itt van egy kis kutya, az én kezem a kutya. Igaz? És itt legalul van a cérna, és itt felül is van egy cérna. Eddig rendben van? A horgolásnak az alapjaival próbáltuk megismertetni a gyerekeket. Persze ez annyira korosztályhoz kötött foglalkozás, hogy mivel kicsik jelentkeztek, ezért tényleg csak az első kis láncszemöltéseket tudtuk megtanítani, de reméljük, hogy azért a kézügyességük majd alakulni fog, és esetleg kedvet kapnak hozzá, hogy mint az 50-es, 60-as években vagy korábban ugyanúgy elkezdjék saját babaruháikat is esetleg elkészíteni. Emellett fonalból készítettünk még babát, és könyvjelzőket, fonás technikákat tanultunk. És az a lényeg, hogy ez a két szál közé kell mindig elbújtatnunk a fonalunkat. Áthúztam az egyiket, egyik oldalról, és áthúztam a másikat is. Egykoron a lányoknak sok más egyéb mellett meg kellett tanulniuk a csigacsinálás minden apró fortéját, amit a majd a nagyi programba is bevettek. A vasárnapi húsleveseknek nélkülözhetetlen, elmaradhatatlan betéte tulajdonképpen ez a csigatészta, amit még régen akár kalákában is készíthettek, vagy pedig összeült a családnak apraja nagyja, mondjuk egy lakodalomra való készülődéskor, és készítették a csigákat. Ma már legtöbbször a boltban vásároljuk meg ezeket. Szerettük volna, hogyha megtanulhatnák a nagymamától, vagy akár az felnőttek is megtanulják azt, hogy hogyan is kell ezt a finom ételt elkészíteni. A foglalkozáson a csigacsinálás rejtelmeibe Daróczi Antalné igyekezett bevezetni a gyerekeket és kísérőiket, hogyan is készül a finom, szinte lehelet vékony gyúrtésztából a két végén hegyes csiga, amit régente a már cseperedő kislány igyekezett ellesni, megtanulni édesanyjától. Mennyire a családban szokásos volt, gondolom, hogy pici koruktól kezdve látták, és mitől, tudom én, olyan 8-10 éves korukban már próbálkoztak. Persze, mire férjhez mentek, addigra a lakodalomban meg kellett csinálni a csigát. Összeért a család, és megcsináltam, mit tudom, egy délután minden asszony, aki a családhoz tartozott, csigát csináltak. Nyújtjuk, addig nem lisztezünk, csak tojással gyúrjuk, és igyekszünk befedett edényben tartani, hogy a levegőtől ne szikkadjon, de a kezünkben így is megszárad a végén. Egy szóval leszögezhetjük, nem egyszerű a csigacsinálás. De mennyivel volt egyszerű például a grillást készíteni, hiszen ez is hozzátartozott az egykori parasztpolgári étkezési hagyományokhoz. Nos, ezt is elsajátíthatták az érdeklődők, igaz, ez esetben csak grillás nyalóka formájában. Egy picit így formázzuk ezzel a szilikonnal, azért, mert így nagyon meleg, régen nagymamáink nem így csinálták, hanem picit még hűtjük is. És ha már kéznél volt a dióhéjából lehetett pompás dióbabát, ágyat, bölcsőt készíteni. Mindezek mellett a múzeumok őszi fesztiváljának idején a majd a nagyi programban tanulhattak fonalból babát készíteni, különböző fonási típusokat karkkötőnek, könyvjelzőnek, aprócska kis ajándéknak valókat készíteni. Egy szóval a résztvevők villanásnyi időre bepillantást nyerhettek mindabba a közel sem könnyű életbe, ami dédmamáink, nagymamáink mindennapjait jellemezte, azaz kézzelfogható közelségbe kerültek kulturális örökségükkel.